A komáromi zsidó hitközségben megünnepelték a Purimot, az év legvidámabb napját. Purimkor a perzsa uralom alatt élő zsidóság megmenekülésére emlékeznek. A vidám ünnephez Eszter könyvének olvasása, ajándékoztás és jelmezbe öltözés tartozik. Ez egy azon kevés posztbiblikus ünnep közé tartozik, vidám ünnep közé, amikor a zsidó népnek a megmenekülését ünnepeljük. Hagyományosan Eszter könyvét olvassák fel a zsidó közösségekben ma estétől holnap estig, két alkalommal, este és reggel. A szokás ilyenkor jelmezbe öltözni, hiszen Eszter királynőnek is sokáig kellett magát rejtegetnie, és később fedte csak fel a zsidóságát. Komáromban a három jidise mamme című zenés egy felvonásossal kezdődött a vigadalom. Magunkról kell szóljon. Mi nekünk kell benne lenni a darabban, és a mi örömünk, és a mi gondolataink a jidise mameséggel kapcsolatban. És végül is én ezt öntöttem, ezeket az érzeteinket, a mi közös sajátságunkat, a saját érzeteinket egy olyan vázba, amiben jelenetekre osztva, szépen meg kidolgozva lett belőle a színdarab. A szervezők külön jutalmazták azokat az ünneplőket, akik jelmezben érkeztek. Az ünnepi asztalra pedig purimi édességek kerültek, a lekvárral, dióval és mákkal töltött kindli és hammantáska.